Kedves barátaim, három dolog van, ami miatt ma idejöttünk. Mind a három abból indul ki, hogy magyarok vagyunk, és nem nézhetjük tétlenül, ami Ukrajnában történik. Magyarok vagyunk, és nem nézhetjük tétlenül, ami a szomszédunkban történik. Ukrajna ma nagyon nehéz helyzetben van, és ilyenkor bizony elkél a szolidaritás. Ez az első dolog, ami miatt itt vagyunk. A szolidaritás, ami annyiszor hiányzott Magyarországnak az elmúlt 100 évben. Az elmúlt 100 évben, amikor megszálltak minket 19-ben, 44-ben, 45-ben, 56-ban. És 68-ban, amikor mi voltunk a megszállók egyike. Mi bocsánatot kértünk 68-ért, és várjuk mindenkitől, hogy kérjen bocsánatot az előző megszállásokért. De vajon ki lesz, aki bocsánatot kér majd Ukrajna megszállásáért? Szomszédaink az elmúlt hetekben a saját demokráciájukért, a saját korrupt elitjük ellen küzdöttek és hoztak demokratikus fordulatot az országban. Ezt innen támogatólag és szolidárisan néztük, nemrég még az Ukrán Kultúra Házánál gyújtottunk mécseseket azért, hogy az életüket áldozókért fejezzük ki szolidaritásunkat. Most Ukrajna külső fenyegetéssel, külső agresszióval néz szembe. Ukrajna területét ma idegen csapatok tapodják. Ukrajna szuverenitása, területi függetlensége van veszélyben. Ezért mondjuk ki itt, nyíltan és világosan az orosz nagykövetség előtt, az, amit látunk, az, amit tapasztalunk az, hogy Oroszország ma megsértve számos nemzetközi egyezményt, amelynek maga is aláírója és tagja, szembe menve nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettségeivel megsérti egy európai ország területi függetlenségét. Ezért, barátaim, első feladatként, első üzenetként mondjuk ki innen azt, hogy azt kérjük illő tisztelettel Oroszország kormánya és elnöke iránt, de azt kérjük, sőt követeljük innen, hogy az orosz csapatokat haladéktalanul vonják vissza Ukrajna területéről. És Oroszország valós érdekeit a nemzetközi szervezeteken, az EBSZ-en, az ENSZ-en vagy a kétoldalú kapcsolatokon keresztül rendezzék minden olyan valós érdeket, amely valóban létezik. Ez az első lépés, ez a haladéktalan lépés. A második ok, ami miatt itt vagyunk, mert magyarok vagyunk, és a saját történelmünkből megtanultuk, hogy a kisebbségek léte és helyzete súlyos veszélyben van, amikor egy ország válságba kerül. Megtanultuk a történelmünkben, hogy mindig megnő a hajlam, a hajlandóság a kisebbségek ellen fordítani a tömegeket. Megerősödik a hajlam a nacionalizmusra, mint ahogy látjuk most a Krím-félszigeten is. Ezért a második dolog, amit kérnünk kell innen az ukrán parlamenttől és az ukrán kormánytól, hogy fokozottan figyeljen a kisebbségek jogaira, hogy ne korlátozza a kisebbségek, köztük magyar nemzettársaink nyelvhasználati jogát, hogy az Oroszországgal való konfliktus ne adjon ürügyet sem az orosz, sem a magyar, sem más kisebbségekkel szembeni fellépésre. Ezt kérjük Ukrajna kormányától, hogy legyen része az ukrán megújhodásnak, a kisebbségek jogainak fokozott tiszteletben tartása, mert ez egyel csökkenti a mostani provokáció esélyét, az orosz fellépés esélyét is. Ez a második kérés. A harmadik dolog, kedves barátaim, hogy amikor az Ukrajnából szóló tudósításokat nézzük, amikor a Majdanon égő tüzeket láttuk az elmúlt hetekben, óhatatlanul is a saját hazánkra gondoltunk. És most, amikor Ukrajna földjén orosz katonák állomásoznak, ismét a saját történelmünk és a saját jövőnk, a saját jelenünk jár a fejünkben. De válasszunk külön két dolgot. Az első dolog az, hogy tegyük egy pillanatra félre a Magyarországon folyó választási kampányt. Egy pillanatra tegyük félre április 6-át. És mondjuk ki, hogy vannak dolgok, amelyben mindenkinek meg kell egyezni Magyarországon ahhoz, hogy Magyarország békéje, biztonsága, európai jövője rendben legyen. Ezért félretéve a kampányt, mondjuk ki, hogy az első és legfontosabb feladat,
hogy a magyar kormány találja meg az országban a közmegegyezést sürgősen azonnal, választási kampánytól függetlenül azonnal néhány kérdésben. Az első és legfontosabb, hogy legyen egyeztetés kormány és ellenzék, civilek és kormányzati adminisztratív szervezetek között. A második, hogy mi magyarok nem akarunk szégyenkezni még egyszer a saját kormányunk miatt. Nem akarunk még egyszer azeri baltás gyilkoshoz hasonló érzést. Ezért a magyar kormány, a Magyarország választott kormánya a magyar nemzet nevében haladéktalanul álljon ki Ukrajna függetlensége, területi egysége az ukrán demokrácia mellett. A magyar kormány nevében Orbán Viktor haladéktalanul álljon ki a NATO, az EU, a Transatlanti Szövetség, az EBSZ szerepe mellett. A magyar kormány legyen, hagyja abba a sunnyogást, a lapítást, az érdekből való hallgatást, és helyette haladéktalanul álljon ki Magyarország erkölcsei mellett, mert ezért választottuk őket. Sőt, harmadikként azt várjuk Magyarország kormányától, és ebben állapodjon meg ellenzék is kormány, hogy a magyar kormány haladéktalanul, józanul és higgadtan álljon ki a magyar kisebbség érdekei mellett, nem konfrontációt keresve, hanem támogatva az ukrán megújhodást, és egyben támogatva minden más kisebbség észszerű védelmét. Ez is kötelessége a mindenkori magyar kormánynak. A negyedik követelésünk még mindig kampányon kívül, hogy Magyarország kormánya mutassa be nekünk, hogy hogy áll a mi biztonságunk itt, ebben az országban. Hiszen hetek, hónapok óta keringenek hírek arról, hogy a rezsi hazugság érdekében kiürítik a gáztározókat, és nem tudjuk, hogy ha tovább éleződik az ukrajnai helyzet, ha elzárnák a gázcsapokat, akkor Magyarországnak hány hétre elegendő gázellátása maradt a nemrég államosított gáztározókban. Világosan akarunk látni, számoljanak el Magyarországgal arról, hogy hogy áll az ország biztonsága. És ötödször, még mindig kampányon kívül, ha már egyszer úgy alakult, hogy Magyarország átláthatatlan magánérdekek és pártérdekek mentén hosszú távú 3700 milliárdos megállapodást kötött Paksról, akkor tekintsük úgy, hogy Magyarországnak is van a kezében nyomásgyakorlási eszköz Oroszország visszafogására. Ezért barátaim, haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket a kormány az ellenzékkel arról, hogy Paks ügyét is felhasználva figyelmeztesse Oroszországot, mindaddig, amíg orosz katonák tapodják Ukrajna földjét, a paksi megállapodást felfüggesztetnek tekinti. És barátaim, az a 3000 milliárdos hitel, amelyet orosz államkölcsönként készül felvenni Magyarország, arról mindenfajta tárgyalást azonnal függesszen fel a kormány, mindaddig, amíg ez a helyzet meg nem oldódik, vagy máshogy nem alakul a paksi beruházás sorsa. Mert tudjátok, mi megtanultuk az elmúlt 100 évben, az, hogy kinek tartozunk, sokszor eldönti, hogy hová tartozunk. Ezekben a kérdésekben a lehető leggyorsabban nemzeti megállapodást, nemzeti egységet kell teremteni Magyarország érdekében. De közben, barátaim, azt se felejtsétek el, hogy itt lebeg a fejünk fölött egy új hidegháború, egy új vasfüggöny leeresztésének a veszélye. És azok, akik kovácsolják valahol a vasfüggönyt, vagy reméljük, hogy nem kovácsolják, de mintha hallanánk a csörömpölést, a kalapácsolást. Nos, azokkal
nem szabad egyezkedni. Márpedig, és most már arról beszélek, április 6-áról beszélek, hogy Magyarország kormánya évek óta készíti elő azt, hogy Magyarországot az orosz érdekszférába vontassa vissza. Magyarország kormánya egy olyan konfliktus zónába készül Magyarországot vontatni a saját hatalmi és anyagi érdekei miatt, és a körülötte lévők anyagi érdekei miatt, ami Magyarországot tartós veszélybe hozza. Április 6-áról beszélve azt kell nektek mondanom, hogy a következő választás arról is szól, hogy Magyarország szovjet utódállam lesz-e, egyfajta Orbánisztán, vagy pedig szabad, független, demokratikus, gyarapodó európai ország. Ez is választás lesz április 6-án. Orbánisztán vagy európai Magyarország. Erről kell majd döntenünk. De úgy is mondhatnám, hogy világosabb legyen, Ausztria vagy Ukrajna. Tovább megyünk-e abba az irányba, ahová elindultunk 1990-ben, egy demokratikus európai ország megteremtése felé, vagy pedig belecsúszunk abba a csapdába, amelybe ukrán szomszédaink nem minden külső segítség és egy korrupt politikai elit segítsége által belecsúsztak. Tanuljunk a példájukból, legyünk velük szolidárisak, segítsünk nekik, és kerüljük el azt a hibát, amelybe ők belecsúsztak. Ezért, barátaim, menjünk innen majd haza azzal az üzenettel. Szabadságot, függetlenséget és békét Ukrajnának, szabadságot, demokráciát, európai jövőt Magyarországnak.